2014-ben kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diáspor Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett munkát. Az elmúlt tanévben 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A csütörtöki közgyűlésen 7 testnevelővel tett át elismerést a tehetséggondozás, utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Ez a díj, én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ugye mindig azok a testnevelők, akik díjazásban részesülnek, ők azért külön ki vannak emelve, én azt gondolom, hogy nem csak nekük szól természetesen, hanem rajtuk keresztül minden olyan testnevelőnek, aki dolgozik a diáksport élet népszerűsítéséért és erősítéséért itt a megyében. Tehát ennek amellett, hogy természetesen van egy anyagi elismerése is, mindenképpen úgy gondolom, hogy az egész testnevelői garnitúra felé egy erkölcsi elismerést is jelent. A Magyar Diáspor Szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt tanévben rendezett országos döntők után ismét jó eséllyel pályázhat nagy rendezvényekre a megyei diásport és szabadidő egyesület. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy itt a diásportnak a támogatottsága, és szakpolitikailag, politikailag és szakmailag is nagyon nagy támogatottsága van. Úgyhogy mi nagyon örülünk, amikor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pályázik valamilyen nagy eseményre, és tudunk adni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének nagy eseményt. Nagyon jó színvonalú események és versenyek zajlanak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében most már hagyományosan. Illetve egy kiemelkedő eredményt is elért a megyen, történetesen Nyíregyházán, ugye a Vasvári Pál gimnáziumnak a tanulói, az 5-6-os röplabdában, 5-6-os korcsoportos röplabdában győzedelemre vitték a csapatukat, amivel kivívták nemzetközi eseményen való szereplésüket is, ők nyerték el annak a jogát, hogy a következő év júniusában, Brunóban a nemzetközi világbajnokságon, iskolai sportvilágbajnokságon képviseljék az országunkat a lányok között. Petruska Zoltán, a tiszavasvári általános iskola testnevelője, a sok eredmény közül a labdarúgásban elért sikerekre a legbüszkébb. Futsalban minden megyei megméretedést megnyertünk, megyei döntőt is. Így kerültünk Zalaegerszegre az országos döntőbe, ahol 22 csapatból 11-ek lettünk. Ez az iskola történetében egy nagyon nagy dolog, ilyen futsalban még ilyen eredmény nem született. Negyedik korcsoportos labdarúgásban, ez egy kispályás labdarúgás, értük el labdarúgásban legmagasabb eredményünket, országos harmadikok lettünk. Ehhez meg kellett nyernünk az összes megyei megméretetést, a megyei döntőt is, és Debrecenben harmadik helyezést értünk el. A közgyűlésen elismerésben részesült még Szabóni Pap Katalin, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Bognár György, a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola, Ceglédi István, a Jákmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Jenei Zoltán, a Nyírteleki Általános Iskola, Pók István, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és Szakács Szabolcs, az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola testnevelő tanára.